Vagy most csak egy random betekintés Szegely Michaelnek az elbaszott életében. Csak egy betekintés Michael elbaszott életében, oké. Rendben lesz, szomorú szegény csávó, totál piásan fekszik leülni, aztán még a képeket is nézeget, vagy eldobálta, nem tudom, szerintem nézegettem. Bezúszhatom a hülye filmnek a tévét megint. Aha. Oké. Szóval azok a helyek, aminek a tulajdonosa vagyok, azokat ki lehet segíteni, vagy valami ilyesmi? Rendben. Akkor valahogy meg kisegítem őket majd. Most nekem repülőiskolába kéne mennem. Király, a piros kocsim totál el van tűnve, a másik kocsim a hülye elbaszott fiamnál van. Ez kurva jó. Hát akkor ezt ellopjuk, most mit tudok csinálni? Bár ez az... Bérlem ezt az autót ezzel az enyém, vagy most? Vagy hogy van ez? Majdnem nekem jött ez a faszapó, ez a csatorna nem tetszik. Bár ez Johnny... Ez Paycheck. Az nem jó, nem szeretem. Na, legyen mondjuk az. Fogalmas is, hogy milyen zene az. Crystals. Na, hallgassunk egy kis ilyen elektronikus zenét, gondolom az elektronikus zene az. Nekem annyira nagy bajom nincsen az elektronikus zenével, nem lőjük a kérte, de nem is olyan rossz. Akáltalában, nem is olyan rossz akáltalában. Ezt meg nem, ezt én sem tudom, hogy terveztem. Azt hittem, hogy pont el tudok vágni, de elég nyilvánvaló, hogy nem fog sikerülni. Egy Taco Bombs. Biztos jobb, mint a Taco Bell. Majd kipróbálom a Taco Bell-t. Magyarországon azt hiszem nincs. De már egyre jobban hozzák be az ilyen külföldi éttermeket, mert már Wendy's is van Magyarországon, Hooters már egy jó ideje van Magyarországon, KFC is már egy jó ideje van, Subway is természetesen. A Mac-t meg a Burger King-et nem is mondom, azok már talán 20 éve is itt vannak Magyarországon. Betűfasságot mondok, és már többiek is itt vannak már több évek óta. A Hooters az már biztos, hogy évek óta itt van. Wendy's az nem tudom. Igazából én nem is találkoztam vele, csak olyan... Ma hallottam valahol, hogy már itt van is vannak. Annyira nem izgatnak engem ezek a dolgok, mert nem lőgök a gyorskajáért. KFC-t se szeretem, Mac-ben nagyon kivételes esetekben eszek, és akkor is csak dupla royalt, mert hogyha már fél éven tetszerek, akkor azt a zsíradagot muszáj megennem, amit a hetek alatt felvennék magamba, hogyha járnék. Mert azért ezt meg kell hagyni, a dupla royal az kifejezetten zsíros. De mondom, milyen nagyon ritkán belefér. Szent szar, én most vettem a tésre valamit, amit meg kell csinálnom. Erre hogy nem gondoltam korábban? Na. Itt nem leszek elég gyors, de jolom. Szóval... Gyerünk! Yeah! Oké, okay, ez borzalmas lesz. Oké. Okay. Természetesen elbasztam és... Még csúnya is lett az autóm. Király. Nem tudok átvágni a bokron? Miben van ez a bokor? Kőből? Oké, nekem nem kell ez a kurva autó. De kell ez a kurva autó, kurva messze van még az a idő. Hely, ahol el kell mennünk. Na mindegy, előfordul, hogy az ember csak úgy random összezúzzák az autójukat, szóval... Velem is előfordult. Learn to drive! Miért most mit csináltam? Úgy vezetek, mint egy profi. Csak te vagy egy félős, hisztis ribanc. Mondom én, mert én szinte minden miatt hisztizek. Kifejezetten hisztis vagyok. Kérdezzétek egy-kettő barátomat. Na. Uram, atyám, itt mi történik? Hát jól van, akkor ide illegálisan behajtok. Oké, de nem is kellett volna ennyire bejönnöm, szóval bocs, hogy szétzúztam a... Bocs, hogy célzúztam a kerítést, vagy milyen kerítés, a sorompot. Szóval nekem órákat kell vennem. Enter Flight School. State of San Andreas. Ez egész menő lenne, hogy azokat a nagy utas szájtokat lehetne vezetni. Training Takeoff. Rendben, tanulj meg felszállni. Sajnos ránk fél.
Aha. First things first. Let's see if we can get you into the air without killing yourself or someone else. Oké. Mit kell csinálnom? Instrukciók? We're gonna start with a basic takeoff. Rendben. Szóval a right trigger. Hold the throttle all the way down to pick up speed and pull back on the stick to take off. Rendben. Oké, szerintem már egész biztonságos valóságban vagyok. Yay! Na, király, eddig ez nem olyan vészes. Még el fogom baszni őket, ajaj. Yeah, egy olyan barrelrollokat csinálok az első órákon. Oké, a flying, hogy egy nő. Király. Kaptam egy medált is. Oké, okay, runaway landing. Oké, okay, nekem muszáj megtanulni a földetérést, mert azt Trevorra is elég elbasztam, láthattátok korábban. Rendben. Igyekszem. Mert pöppet félek, bevallom. Jaj. Rendben. Rendben. Kiengedtem őket. Ajjajjaj. Rendben, ezt én még igazából miatt még földet értem volna, nem nyomtam, szóval... Na, még be kell érni, hogy az olajat megkapjam. Ez nem fog összejönni. Nee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 e
kellett volna állítani. Ja, tényleg én kérek engedőt. Akkor én megkapott az anyam. Totál nem állítottam meg a gépet. Oké, okay, ezt már hallottuk, szóval nyugodtan közben fofászhatok. Rendben csak. Rendben, szerintem most az engine-eket kicsit elbasztam, de mert egész csúnya füstöt engedtek ki magukból. De nem bánom. Viszont kicsit gyorsabban is beérhetnénk abba az izébe, hogy megkapjam az aranyamat. Mert szerintem ez felszor any. Executed like a pro! Now let's get the plane off the runway. Taxi over to the marked area and come to a complete stop. Rendben, igyekszem megállítani. Very well done! Le tudtam tenni a gépet, juhu. Igazi badass vagyok. Oké. Azt hiszem ez menni fog, tudok fejjel lefelé vezetni. Már nem nagyon, de meg tudom fordítani a gépet? A lényeg az, nem igaz? In this lesson, you're going to be performing a couple of different stunts. We'll start you out with a few barrel rolls. And if that goes well, you can take a crack at flying upside down. Oké, okay, barrel rollokat tudok csinálni. Do a barrel roll. Ez melyik játékban is volt? Valamilyen Fox. Star Fox. All right, pilot. It's time for us to get a little crazy. First, I want you to get some altitude and head for that checkpoint marked at the end of the runway. Adam, az menni fog még. Szépen beérkezünk a checkpointban. Jaj, egyesen átrajtam. Let's see what you got. On my mark, perform a barrel roll by pulling your flight stick to the left or right. Okay. Random. Jaj, most balról jobbra. Stones of steel! I like it! Now let's try a few of those in a row. Level out your plane and get ready. I want to see you do three barrel rolls in a row on my signal. Okay, mindig az ujjelzésére. Okay, perform three barrel rolls in a row. Rendben, kezdjük. Egy.
kettő, három. Évezni menő. Hát már nem emelkedjünk. Ahogy látszott, eléggé zuhanunk, miközben a barrel roll-okat csináljuk. Ja, level out, nem level out. Oké, és valamint azt hittem, hogy emelkedni akar. Oh, jaj. Rendben. Menni fog. Ez elég ijesztő. És egyszerűen gyönyörű is. Na, mindjárt betöltődik ez a kis szarat, aztán gondolom frankók leszünk. Na, így lép. És ez még arany is lett, ahogy láttam. Ez még arany is lett. Rendben, a repülőgépezet is egyáltalán nem vészes. De mivel Trevor olyan szépen megkért minket arról, hogy jöjjünk el a repülőiskolába, lehet, hogy megcsinálom az egészet, mert amúgy mókás is, és jó, hogyha megtanulok mindent. Knife flight. Oldalazó repülés. Ez egy kicsit nehezebb. Úgy oldalazva tartani a gépet eléggé problémás lehet. This lesson will help you build your stick and rudder skills. You have to keep your plane steady while rolled over on either side. Perfecting this trick will really come in handy in the later lessons. Szóval ez még jól fog jönni a későbbi leckékben. Oké, ez egy pöppet ijesztem. Nem értem, hogy miért kell folyton nekünk felszállni a géppel. Ezt már sokszor csináltuk. Oké, menjünk át az első checkpointon, mert az nagyon fontos tényező. Rendben. Ójjaj. Ójjaj, ez ijesztő. Level out. Good. Let's see if you can do the same thing on the other side. On my mark, roll your plane over to the opposite side and hold the position. Szerintem a tenger fölött kéne. Perform a knife edge on the other side. Így, né. Hey, éppen csinálom, haver. Éppen csinálom. Level out the plane. Hát, ami nem volt olyan nehéz. I think you could have done a little better out there, but... Ja, azt lehetne volna jobb is, bazd meg. Nem is lett arany, szóval valóban lehetne volna jobb is. Egy pöpet megijedtem, közben azt hiszem, le fogsz zuhanni. Aha. Ez is pöpet ijesztően hangzik, és ez az epizódról fogsz, hogy mindig azt fogom, hogy pöpet ijesztően hangzik, mielőtt még megcsinálnék egy ilyen leckét. Mert eddig mindig ezt csináltam. Csodálatosan mondom, gondolom meg nekem kell felemelnem a gépet. Na, hadd emeljem fel, még szépen nekem kell felemelnem a gépet. I want you to use everything you've learned so far to navigate this course as fast as you can. Watch your altitude though. This is really a test of how low you can go and how well you can maneuver the plane. És ha becsapodok, akkor mi lesz, haver? Mi van, hogyha nincs életbiztosításom? Ilyen széllöket belém kapott. Jól érzem, hogy ez valóban az. Ja, ezek egy kicsit ijesztőek. Ilyen alacsonyan repülni. Bár nem olyan nehéz eddig, csak remélhetően nem kell túl sok checkpointot csinálni. Na, meg a bumperekkel kéne kanyarodnom, nem a joystickkel, mert akkor folyton el fog fordulni a gép. Persze néha használni kell a joystickot is. Csak biztonságosabb, hogy a bumpereket használom. Na, mindegy. Gondolom, hát mivel 2 perc a gold, remélhetőleg annyi idő alatt valóban megcsinálható ez a dolog. Ami azt jelenti, hogy minden bizonyan nincsen olyan sok checkpoint, most járhatunk körülbelül a felénél. Csak hogyha majd nekem kell letennem a gépet, akkor még majd szarban lehetünk, mert mondom, a gép letétele az nekem annyira nem könnyű, nekem egy pöppet nehéz. Hú, jól festek. Én mindenhol jól festek, baby, csak úgy mondom. Ja, mindjárt megteszik ezt a kört, ahogy látom, szóval hamarosan vége lesz. Csak mondom, hogyha le kell tennem a gépet, akkor, jaj, akkor történtek majd bajok.
Oké. Ójjaj, miért csinálok ki neked? Ójjaj, azon a checkpoint nem fogok átmenni, de átmentem. Oké, ez a végére egy kicsit elvesztettem az ejtert, nem tudtam, hogy mit csinálok pontosan, majdnem be is csapottam. Csak mivel még új vagyok ebben, kicsit kapkodós vagyok. Ezt az arra kapom, hogy mit kell csinálnom. Íííííí, ne már! Ez most komoly a végére! Baszki. De hát ez túl hosszú és unalmas. És kezdhetem az egészet előről. Csodás. Na, hát akkor még 2 perc az el, mert minden bizonyal túl lustra leszek ezt kivágni, és miért vágni, hogy kifolytam mindent. Ja, bla bla bla. Oké, oké, ez nekem az unalmas lenne. Watch your attitude, folyton ezzel jön nekem. Yugi baby, odafigyelek. Ismersz már engem. Mindig odafigyelek mindenre. Random széllöketek mindig belém kapnak. Már most elkezdtem elveszteni a gépnek az érintését. Mondom, nehéz ahhoz hozzászokni, hogy ne a joystickkal, hanem a bumperekkel kanyarodjak jobbra vagy balra. Ami egyes esetekben nagyon fontos, mint mondjuk most. Szóval most még csak egyesekkel tartom, és csak a bumperekkel kéne kanyarodnom. És most, hogy ezt csinálom, valóban eddig nem olyan rossz. Itt még a múltkor sem voltak problémáim, de szerintem lassan lesznek. Lassan úgy is lesznek. És nem kéne hülyebb barátokat csinálni, mint amit az előbb is csináltam. Ja, very nice, ezt a múltkor is pont itt mondtad, hogy szerint pont erre a checkpointra van beszkriptálva. Jogi, csinálom. Keep it up. Nem fogok megváltozni, baby. És pont itt vesztettem el majdnem ugyanaz intest, mint ahogy a múltkor is csináltam. Awesome. Ez egy igazi jó tanár, ő mondja, hogy milyen király egy... Egy tanárnak így kell viselkedni a diákjaival. Légy szemény át a checkpointom. Oké. Most ne csapodj be a vízbe, légy szíves. Király. A végére ez most... Ez még... Ájjjjj, ez most komoly... Huff. Majdnem megint ugyanaz csapottam, mert... Jogi, jogi, igyekszem. Az előbb levont tőlem 5 másodpercet, mit csináltam? Foggalom sincs, mit csináltam, de az előbb láttam valami pirosan kiírva, ami 5 másodperc dolgot, nem nagyon figyeltem az időt. Na mindegy. Legalább nem kell tennem a gépet, remélhetőleg. Jéj, nem nekem kell. Hú, valamit biztos rosszul csináltam, azért levont tőlem egy kis időt. Na mindegy, nem érdekel, ameddig nem megbukok, addig király. Touchdown. Land the plane on a countryside bridge. Oké. Okay. Ezt minden bizonyos sokszor kell majd megpróbálnom, mert egy balfasz vagyok. Na mindegy. Állok elébe. In this lesson, I'm going to teach you how to perform an emergency landing. Remember to begin decelerating while you are still airborne for a smoother touchdown. Then, once you're on the ground, the brakes should bring you to a full stop very quickly. Szóval még fékek is vannak. Rendben. Nekem most pomos hív meg. Oké, okay, akkor tegyük le a gépet. Egy pepet tartok ettől. Gondoltatok volna? Oké, okay, do you see your checkpoint marked on the radar? You're gonna practice an emergency landing on that bridge, straight ahead. Csodálatos. Egyszerűen csodálatos. Oké, már csak nem kéne bezúzni a szárnyát ennek a fosnak. Hé, hey, miért indult be a motor? Mi a fasz történik? Állj meg! Milyen kedves. Valamiért beindult a kibaszott motor. Fogalmam sincs, hogy miért, és most mi történt? Aki azt hittem, hogy lefagyod. Loop, the loop. Mert ez könnyűnek hangzik. Csinálunk egy ilyen loopot. Hogy szokták ezt manapság hívni?